közeledett egy határidő, mondjuk a vizsga időpontra, és ti amelyet ő tanultatok volna, egész nap csak ettetek. Nagy éppen nem tökélt semmi, minden csukadjuk. Egyszer csak veszetek egy utat, ennyit van. Jobb őszintén. Felvenni a kezét, aki már valami hasonlót átért? És az is, aki szokott minden a venni, tudtátok a közös témát. Na, de még mielőtt a táplálkozás rejtelmeire elmenünk, utazunk egy kicsit időben. Mondjuk menjünk vissza 5 évtizedet. Hogy az sok, még akkor meg se születtél. Nem baj, most az én életemre fogunk egy kicsit figyelni. Szóval, ha az akkori énem állna itt, akkor egy kis Krisna a Káfa bébi kislányának színpadon. Mert vékony voltam és rosszabb. Nem én döntöttem így. A táplálkozás és én valahogy nem volt így szintomban. Pontosabban inkább az étvágyam és a napi bevét. Mert hogy ennem kellett akkor, amikor itt volt az ideje, de hát én nem voltam éhes. Illetve éhes voltam, de hát ilyenkor nem szoktunk enni. Meg beleszóltak. Nagymamámat valami ősi kérelem kiadhatta. Attól tartott, hogy éhen fogok halni. Így aztán bármikor, amikor leültem enni, akkor mint egy előítelként közölte velem, hogy mi az én dolgom. Amikor például ebédelni hívtak, és semmi probléma nem volt. Én lehet, hogy éhes is voltam. De ahogy leültem az asztalhoz, nagymamámból megszólalt a félelem. Aztán legalább azt a kis levest tessék meg enni. Hát itt lehet elkezdve a levestről. Miért kellett megszólalni? Azért ettem tovább, de már korán sem olyan nagy kedvem. Nagymamám úgy ítélte, hogy nem is ideális a kalandon csapás száma, ezért ismét megszólalt. Egyél, mert le fogsz suhánkodni. Még legalább egy kanállal a levesből, aztán azt mondtam, hogy köszönöm, nem kérem. Inkább kérném a másodikat, hát, ha visszajön az étvágyam, vagy mondjuk találok benne egy-két falatot, ami nekem szól. Keresgéltem, de mondjuk találtam. Na, ezt a keresgélést nagyon a pickálkodásnak érezte, és megadta az utolsó döfést az étvágyamnak. Egyél, de összeszárad a béled. Na, itt volt tényleg az ebédemnek. Persze, hogy abszolút ezután már a konyhába sejtetett értem, és hogy az utolsó elmosogatott tányér és a helyére került, én ettem volna. Végre ettem volna. De hát nem ilyenkor kell, akkor, amikor ott van az asztalon. Közeledjünk most egy kicsit az időben, 20 éves kéne már itt a színpadon. Testhez sinnyó dresszben egy mozgásszínház tagjaként Rodin szobrait elvenítjük fel. A világítás, a súroló fények azt az illúziót keltik, mintha már nem szobrok mozdulnának. A márványon meg ugye nem vezet a háj. Ekkor már nagyon nem szólt bele az étkezésembe, úgy gondoltam, hogy ha eddig nem haltam én, hát ezután sem fogok. Tulajdonképpen senki sem szólt bele, csak én magam. Mert nem tetszett az, amit a tükörben láttam. Meg rossz következtetéseket mondtam le. Mert ha a partnerem nehezen győzte le a gravitációt, amikor engem meg kellett emelni, akkor én nem azt a következtetést mondtam le, hogy rossz az emlőjétel, meg többet kellene emelnie. De nem, akkor én azt mondtam, hogy biztos kövér vagyok. És elkezdtem kevesebbet enni, gyétázni, fogyókúrázni, többet fecettem is. De azok a sárga kilók olyan nehezen jöttek le, mert hogy minden sejtemben felül tudott a mondat, hogy csak nehogy lesobálkodj. Nektek vannak-e ilyen mélyen elültetett mondataitok, amit gyerekkorotokban az étkezőasztal mellett mondtak? Hangzott el olyan, hogy addig nem állhatsz fel az asztaltól, amíg meg nem ettél mindent? Vagy mondták-e azt, hogy
addig nem kapsz deszertet, amíg a másodikból van a tányérod. Vagy jutalmaznak-e édességgel? Vagy elhangzott-e az ami igaz én kegyelmet eszed kezdetű mantra, akkor, amikor valami olyasmit csináltál, ami nem tetszett az ősöknek. Gondoljátok ezt végig. Ha innen hazamentek, szálljátok erre egy kis időt. Üljetek le egy papírlappal, és írjátok le ezeket a mondatokat. És nézzétek meg, hogy mennyiben befolyásolja a mai táplálkozási szokásaitokat. Közeledünk az időben, változik az életem, és változik a fókusz is. Pszichológiai tanulmányaim a figyelmemet a testről a lélekre helyezte. Manapság ahányan jönnek hozzám, annyi élettörténet, annyi megélés, annyi öröm és bánat érkezik hozzám. Alapvetően a lélek dolgairól beszélgetünk. Rég elfeledett mondatok kerülnek a felszínre, amelyek nagyon is befolyásolták a gondolatainkat, a tetteinket, az érzelmeinket, és úgy tűnik a testünket is. Mert aki előttem ül, annak fáj a lelke, mert lehet, hogy elhagyták, romokban a magánélete, lehet, hogy a kamasz gyerekével nem találja a hangot, vagy éppen a főnökével, meg annyi probléma. Előttem ül egy fájó lélek, és a gyomrára teszi a kezét, mert fáj az is. Mert stresszes az élete, és azért sokat teszik, vagy egyáltalán nem tud enni, vagy csak azért teszik, hogy jobb kedve legyen. Aztán lehet, hogy már eleve ezzel a problémával keresnek meg. Súly problémák, nem tudja leadni a felesleges kilókat, ezért rossz kedve van. És hogy jobb kedvre derüljön, ezért eszik. Amit ő hízik. És ettől még rosszabb kedve lesz. És ez egy ötödő kör. Aztán lehet, hogy egyáltalán nem ilyesmikkel foglalkozunk, de már nem bírja lejárni ezt a sok vackot, amit nap mint nap kap. Sőt, torkig van vele, esetleg hányni tudna tőle. Zsigerileg tiltakozik. Micsoda mondatok? Érzelmek vannak mögötte, és valahogy mégis, mint az emésztőrendszerünkről beszélünk. Mint ahogyha valami után nagyon vágyakozunk, akkor csodolni értelni állunk. A kedvesünk az lehet cuki, édesen, és szerethetjük annyira, hogy majd megeszünk. Vajon miért ezek a mondatok? Nem véletlenül. Mit gondoltuk, hogy melyik az a szervünk, amely a legnagyobb felszínén érintkezik a külvilággal? Bőr? Azt mondjátok, hogy bőr? Én meg azt mondom, hogy emésztőrendszer. És vajon miért? A bőr az egy olyan 1,5-1,8 négyzetméternyi felület. Az emésztőrendszerünk az kezdődik a szárnyilásnál, és tudjuk, hogy hol végződik. Annak csak egy része a vékonynél, és ahol a felszívódás történik, a bélgolyóknak köszönhetően ez egy 200 négyzetméteres felület. Hogy ez van legbelül, hogy ez körbe van bástyázva. És mi van azzal az életünk során elfogyasztott körülbelül 15.000 kilogrammú élelemmel, a több hektoliter fiadékkal és az ezekkel belült veszélyes hulladékkal, amit a külvilágból egyenesen a szárnyát a hátára helyezzük, és leengedjük a szárnyzatunk. 15 tonna. Az legalább 60 millió. Egyáltalán mi az étkezés? Miért veszünk? Tudjuk. Azért, hogy fenntartsuk az életfolyamatainkat, mikro- és makrotápanyagokat veszünk magunkhoz. Valóban ezt csináljuk? Tényleg csak ezért teszünk, hogy tudjunk élni, mozogni, hogy most így tudjuk állni? Hát nem. Eszünk akkor, amikor egyedül vagyunk, amikor társaságban, amikor szomorúak vagyunk, amikor jó kedvűek vagyunk, amikor unatkozunk, vagy éppen felrugottak vagyunk. Millió okból tudjunk csipegetni, enni, zabálni. De mégis, mikor keveredett össze ennyire a táplálkozás és az érzelmek?
Ehhez egészen magzati korunkig kell visszamenni. A magzat az anyamében paradicsomi állapotban van. A tápanyagellátás folyamatos, sosem szomjas, sosem éhes, nem fázik, nincs meleg. Egy valami nem tökéletes, egyre szívbe hatér. És amikor ez a kis lény úgy érzi, hogy már nem bírja oda bent, akkor elindul élete, és talán egy első és talán legnagyobb útjára, és ez pedig a születés. Amelynek egyik gyümölcse, hogy ahogy kibújt, az anyamellre helyezik. Életünk első portja ezzel összekapcsolódik a biztonság, a szeretet, a nyugalom érzésével. Ez a kislény nem tud még beszélni, ezért mindent sírással kommunikál a környezetével. Ezt vagy értik, vagy nem értik, de általában vagy a cunkisüveg, vagy az anyamell tartalmával szoktuk megnyugtatni. És lehet, hogy nem is volt éhes. És zavarba jön, hogy most akkor mi van? Én nem ezt akartam, nekem tele a kalusom, most miért kell ennem? Vagy ez jutalom, vagy mi? Teljesen meg van zavarva. És aztán gyerekkorunkban minket jutalmazhatnak édeskékkel, vagy lehet, hogy élelem megvonással büntetnek. Egyre távolabb kerülünk a saját érzéseinktől. Nem tudjuk, hogy mikor vagyunk már éhesek, vagy egyáltalán mit kell most érezni, mikor jó ez nekünk. Eltávolodunk a valóságtól. Szeretnék kérdezni valamit. Van, aki úgy ült ide, hogy éhes volt? És van, aki megette a csokit? Miért is ettétek meg a csokit? Éhesek voltatok? Valóban? Tudjátok, hogy az igazi éjség? Az valahol így kezdődik a gyomorban. Megfordul a gyomorod, és érzed, hogy világosul, ez meg kell történni. De a gyomorod az türelmes. Az megvárja, míg befejezed a munkát, még bevásárolsz, megcsinálod az élelmet, és azt mondja, hogy megvárom, hogy el is töltöd meg. És nagyon nyitott. Mindenféle alternatívára. Minden jöhet, amitől ő tele lehet. De amikor érzelmileg vagy éhes, akkor mi történik? Beugrik egy kép, vagy érzed a szárban az illatát, a kívánt ételt, és az ízét, és az orrodban az illatát. Az fejfölött történik. Forog körülötte a gondolatod, és a körül. És azt érzed, hogy már ölni tudnád, mondjuk egy csokiért. És már sem jön számításban. Csak az, amit elképzeltél. Eszel. Minden nap eszel. Figyelj magadra. Figyelj a testedre. És lépj őszinte kapcsolatban.